Jó estét kívánok, kedves nézők! Önök a Töretlenül Magyarok márciusi adását látják. Elkészült a Nemzeti Jogvédő Szolgálat dokumentumfilmje Kárpátaljai Magyarok a Prés alatt címmel. A film a tavaly szeptember folyamán elvégzett monitorozó munka alapján forgott, amelyet kollégánk a junior primadíjas Molnár H. Boglárka rendezett. Az alkotás célja az Ukrajnában élő magyarokat érő sérelmek, támadások feltárása, Különös tekintettel a háború nyomán kialakult helyzetre. Itt vagyunk Záhonyban, a legnagyobb határátkelő helyen Kárpátalja felé. A túloldalon Ukrajna. Egy állam, amelynek területén számos nemzetiség, közte 200 ezer kárpátai magyar él. Odált háború dúl. Ukrajna vállalta, hogy betartja és érvényesíti az emberi jogokat a területén élő nemzeti kisebbségek számára. Tagja az Európa Tanácsnak, az ENSZ-nek és tagjelöltje az Európai Uniónak. Félelem, rettegés, önkény, elnyomás. Ilyen hírek érkeztek mostanában Kárpátaljáról. Azért jöttünk, hogy kivizsgáljuk, miként érvényesülnek a kárpátaljai magyarok emberi jogai. Interjú alanyaink nem vállalták a nyilvánosságot. Különleges módszereket kellett alkalmaznunk. Nézzük, miként vizsgázik Ukrajna. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat Monitoring Programja során arra a megállapításra jutott, hogy Ukrajnában napjainkban is a legváltozatosabb módon sértik meg a Kárpátalján élő magyarok jogait. A lista olyan hosszú, hogy csupán töredékét tudjuk bemutatni. A jogsértésekről beszámolók biztonságát kizárólag úgy tudjuk szavatolni, ha kilétüket még részlegesen sem fedjük fel. Ezért a leggyalázatosabb történetekhez, melyeket írásban dokumentáltunk, a Pesti srácok két ismert műsorvezető riportere kölcsönzött arcot és hangot a megszólalóknak. Szintén adatközlőink biztonsága érdekében azokat a településeket sem nevezzük meg, ahol a rögzített események zajlottak. A filmben látott archív felvételek a 2014 és 2018 között történt kárpátaljai magyarok ellen végrehajtott támadásokról készültek. Ezeket illusztrációként használjuk. Amikor az igen sápat volt ragyog, keledik kárpátok rátok gondolok, hol édesebb a bor és barnább a kenyér. Azt a kicsiny földet nem adná semmiért, ő nem panaszkodik, csak ül csendesen, várja, hogy hazája ája kebli meg Annyi év után is szorítja fegyverét, Kárpát Kárpátalja őrzi még az ősi veredkét. Mind az öt határátkelőhöz és a közelükben lévő településekre is ellátogattunk, főleg civileket szólítottunk meg. Legtöbbjük az útszélén várt a családtagját, akit jó esetben hétvégén látnak. Bár több tucat embert állítottunk meg, Senki sem tudott pozitív tapasztalatokról beszámolni az ukrán-magyar együttélést és a nemzeti kisebbségi jogok betartását illetően. A filmben szereplő adatközlők véleményét, történeteit Füsi Angéla és Ferkó Dániel tolmácsolják. A valós megszólalók nevét megváltoztattuk. Erzsébet, 38 éves. Amikor mi magyarok megszólalunk magyarul, azt sérelmezik az ukránok, hogy mi az, hogy magyarul beszélünk, miközben Ukrajnában lakunk. Minden hivatalban, iskolában kötelező ukránul beszélni, miközben vannak sokan, akik nem is tudnak írni ukránul, csak magyarul. Még ott is át kellett állni az ukrán nyelvre, ahol mindenki magyar. Volt rá példa, hogy mentek be a hivatalba ügyet intézni a magyarok, akik alig tudtak ukránul beszélni. Az ügyintézőről tudták, hogy tud magyarul, de nem szólalt meg csak ukránul. A magyar kis települések, de már a városok is beteltek belső menekültekkel. A kocsmákhoz, éttermekhez, luxusautókkal érkeznek és lenézik a kárpátaljai magyarokat. Verekednek, tönkretesznek mindent. Összetörik a padokat, az asztalokat. Volt, hogy elhagyott, befejezett házakba is egyszerűen beköltöztek. Károly, 70 éves, fiatal emberek ide jönnek belső Ukrajnából, a magyarokat meg viszik el a háborúba. Volt nem egyszer példa arra, hogy mentek az autóval a magyarok, megállították őket a rendőrök, és szó szerint onnan helyből vitték el őket a frontra. Az volt a cél, hogy minél több embert összefogjanak Kárpátalján, és elvigyék őket a háborúba. Van néhány kivétel. Ha rokkant, rokkant gyereket nevel, olyan betegséggel rendelkezik, hogy nem tudják elvinni a háborúba, vagy árva gyereket nevel. A család családegyesítés jogcímet nem fogadják el kifogásnak. Van még olyan, hogy humanitárius út, de ezt nagyon nehéz megszervezni, és 30 napon belül vissza is kell menni, mert különben pénz, vagy akár börtönbüntetést is kaphat. Szerintem ők már nem is fognak visszatérni. Aki egyszer ide átjött, az nem ment még vissza Ukrajnába. Egy 65 éves férfi, nevezzük Tamásnak, Naponta jár át a határon, a fiam már a magyar oldalon él, ő a háború elején elmenekült. Minden nap átjárok, meg kell élni a nyugdíjamból, nem fizetem be a villantse. Az ukránnal kell jönni menni. A magyarral könnyebb lenne, de ha meglátják nálam, nem engednek át. A fiam még a háború előtt kijött, mert megkapta a behívót. Úgy állították meg az utcán, látták, hogy magyar faluba született, volt katona, egyből kellett nekik pedig évek óta Magyarországon él. Van lakcíme, rendes munkája, de nem érdekli őket. Kell az ágyú töltelék. A férfiakat úton útfélen állítgatják, ott helyben töltik ki a behívót. Megkérdezik a nevét, és már mehet a hat kiegészítőbe, utána a frontra. Húsvétkor a felesége meg a két gyerek volt hozzá két napra, de ő nem jöhet vissza. Már megkapta a papírt, ha most kapják el, akkor kap egy verést is, meg öt évet. Akinek pénze van, az mindent megtelt. A miénket viszik meghalni. Egy 40 éves pincérnő a háború kitörése után menekült át. Gyermekeit már Magyarországon járatja iskolába. A szomszédomat otthonról vitték el. Két kis gyereke van. Koporsóba hozták haza. Azt mondták, hogy öngyilkos lett. Mindig ezt mondják. Vagy azt, hogy dezertált. Így nem kell kártérítést fizetni a családnak. Azt beszélik, hogy egy vonat jár bátyú mellett. Abban szállítják a kárpátaljai halottakat. Hűtőkocsiban. Havonta egyet-kettőt adnak ki, hogy ne derüljön ki, mennyi a veszteség. Sokan beálltak területvédőnek, hogy ne kelljen a frontra menni. Aztán meg kiképzés nélkül küldték őket Donetskbe. Az övéiket nem, az, ha ide menekült, ha akar, regisztrál a katonaságnál, ha nem akar, akkor nem. Őket nem keresik behívóval. Nekem szerencsém van, a párom is átjött időben. Amikor haza akart menni, nem engedtem. De sok család szétszakadt. A fele itt van, a fele otthon. Ameddig bírják, addig a nő látogatja a férjét. De meddig lehet így bírni? Egy 50 éves nő, aki a háború kitöréséig a vasútnál dolgozott, napi szinten jár át Magyarországra. A férje otthonukban bujkál a behívó elől. Katalin, 50 éves. Napjában átjárok, mert dolgozni kell. A férjem nem mehet sehová. Otthon a gyárba vitték utána a behívót. A férfiak nem is járhatnak át. A betegeket is csak úgy engedik, ha előtte elmennek a parancsnokságra bizonyítani, hogy betegek. De ha valaki megveszi a papírt, hogy le van százalékolva, az szabad. Volt olyan, hogy megállt a férfi tankolni a benzinkúton. Oda ment hozzá a katona, kiírta a nevére a behívót, és másnap már mennie kellett. Kész van a talon, csak a nevet kell ráírni. Ezt nem tehetnék meg, névre kellene, hogy szóljon a papír. A vasútnál voltam húsz évig, hallok ezt-azt. Azt mondják, vagonokban tartják a halottakat, hogy ne kelljen megmondani, hányan vannak hetente temetnek, csak a mi utcánkban. Tőlünk nagyon sok férfit elvittek. És akkor van képük havonta egy áldozatot bejelenteni. A mieinket elviszik. Az övéikre meg vigyázunk, mert menekültek. Aztán beállnak nálunk területvédelmisnek. Fegyverrel mászkálnak az utcán, isznak, kötözködnek. Volt, hogy lakatlan házba törtek be. Azt mondták, nekik az jár nekünk nem jár semmi. A belső menekültek vígan szaladgálnak, a férjem meg bújkál a házában. De mindenki nem mehet el. Mi lesz akkor? Mi elfogyunk, és ide költözik Donyack. Tilki Attila, szatmár bereg megyei országgyűlési képviselő, test közelből éli át a kárpátaljai magyarok helyzetét. Azt mondja, szembetűnőek a jogsértések, Legkirívóbban a kettős állampolgárság és a nyelvhasználat kérdésében. Sokokat besoroztak a hadseregbe, és ráadásul ugye kárpátai magyar gyökerekkel rendelkező halálos áldozat sem egy volt, hanem több is legutóbb. Egy királyházi 43 éves ember halt meg, aki magyar volt, akit a munkahelyéről szedtek össze. Tilki Attila legutóbbi önkormányzati választáson a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségre való szavazásra bíztatott egy határátkelő kiépítése érdekében. A képviselőt az ukrán belügyekbe való beavatkozásra való hivatkozással három évre kitiltották az országból. De így járt az elmúlt években több olyan magyar képviselő és közéleti szereplő, akik bírálatot fogalmaztak meg Ukrajna nemzeti kisebbségi jogi politikája miatt. Erre a sorsra jutott az a volt magyar kormánybiztos Grezsa István, akinek köszönhetően számos kárpátaljai egészségügyi, oktatási és vallási intézmény újulhatott meg. De így járt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője is, akit öt évre tiltottak ki Ukrajnából 2014-ben az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében elmondott kritikus hangú beszéde miatt. Ugye mindenkinek érdeke, 21. század Európai Uniójának is az az érdeke, hogy országokat a határok ne elválasszák, hanem keressünk minél több határátkelő helyet, ami összeköti. És Nagypalád, ami a történelmi Szatmár megyében volt, most az egyedüli olyan település, ami Kárpátalján található, a nagyhódos település között kiépült a infrastruktúra, tehát megvan az út megvan a határmetszési pont, csak a határátkelő hely létesítése nincs meg, és én azt mondtam, hogy szavazzanak a KMK-hez, mert akkor itt határ lesz. Ez a mondat, ez már kimerítette a szeparatizmust. A képviselő szerint az anyanyelv eltiprása a legdurvább jogsérelem, amit nemzeti kisebbségek elszenvedhetnek. És minden helyen elmondtuk azt, magyar képviselőként a parlamentben is, hogy a az anyanyelv, az az anyától tanult nyelv, és ugye kárpátaiak is azt mondják, hogy még a szovjet érában is bizonyos esetekben több jogok volt használni a nyelvet, mint esetleg most. Az Európa Tanács Ukrajna által betartani vállalt szabályai, de még saját alkotmánya szerint is az anyanyelv használat jogát a nemzeti kisebbségeknek biztosítani kell. A gyakorlat mégis ennek ellenkezőjét mutatja. A nyelvtörvény és az oktatási törvény következményeként a nemzeti kisebbségek, köztük a magyarok szabad anyanyelv használati lehetősége egyre inkább ellehetetlenül. Olyannyira drasztikus a visszafejlődés, hogy ma színmagyar területeken is jellemző, hogy boltokban, állami intézményekben és önkormányzatoknál sem mernek magyarul megszólalni a magyar nemzetiségűek a újabb és újabb olyan jogszabályt fogadott el a ukrán törvényhozás, amelyik nem segíti a magyarok megmaradását Kárpátalján. És hát látjuk azt, hogy a, a, háború az még rátett egy lapáttal, tehát nagyon nehéz nemzetpolitikai kérdés, hogy mi lesz a kárpátaljai magyarok sorsa. Én láttam olyat, nem tudok ukránul, láttam olyan SMS üzenetet, amit mutatott egy apuka, akinek a családja otthon maradt, és beköltözött oda egy nacionalista ukrán abba a lakásba, de még ugye ott volt a, a családja, és akkor azt írta üzenetbe, hogy te elárultad az országot, nem jössz haza, és ha haza jönnél, akkor kinyírnánk. Tilki Attila arról is beszélt, hogy a magyar képviselőket is sorra érik az atrocitások. Annak ellenére, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre a menekültek megsegítésére. Amit nagyon nehezen emésztettek meg, és nehezen értette meg a hatalom, és nehezen ért meg most is, hogy Magyarország kategórikusan kijelentette, hogy Magyarországon keresztül fegyver szállítmány nem mehet. És ezt a. Az ellenséges hangulatban ezt meglehetősen fel is turbozták, és ezzel kapcsolatban helyi képviselő testületekben is magyar képviselőt, a nem is fizikai, de, de verbális atrocitás az ért. Utunk során egy magyar határőrrel is tudtunk beszélgetni, aki azt mondta, annyi pénzt, ami a háború óta mozog a határon még sosem látott. Zoltán, 52 éves határőr. A mai napig vannak, akik úgy próbálnak elmenekülni a behívó elől, hogy átússzák a Tiszát, még a legnagyobb hidegben is. Ezek az emberek, mivel tudják, hogy Magyarországon menekültként kezelik őket, és nem bűnözőként, bemennek a segítőpontra, oda mennek a rendőrhöz vagy a határon dolgozókhoz. Egyébként meg eltűntek a magyar határőrök. Mindegyik ukrán, természetesen a kommunikáció így már nem zökkenőmentes. Ha fontos ügyről van szó, akkor jön egy tolmács. De nem hivatásosak, takarítónők. Az útlevelek ügyében is jogsértéseket követnek el a határ ukrán oldalán. Hogy milyen különböző módokon arról is beszámolt a magyar határőr. Több példát is hallottunk arra, hogy megmotozzák az átlépőket és keresik a magyar dokumentumokat, amelyeket több ízben el is vettek a tulajdonostól, pedig azok az iratok, a magyar állam tulajdonát képezik. Zoltán, 52 éves határőr. Ukrajna a kettős állampolgárságot nem fogadja el. A jó szomszédság miatt eddig hagyták, hogy használják a magyar dokumentumokat a kárpátaljai honfitársaink, most már nem. Nem engednek ki az országból magyar útlevéllel. A magyar gépjárművet pedig csak a magyar állampolgár vezetheti. És csak a tulajdonos. Ez azért érdekes, mert a Kárpátalján van egy autó, aminek a férfi a tulajdonosa, és át szeretnék hozni Magyarországra, csak ő mehet el érte. Aztán a határon elfogják, és elviszik katonának, ha hat köteles. Az ukránok is menekültek a háború elől, és nem is akármennyi pénzzel. Ennyi lóvét még sosem láttam. Nem volt ritka, hogy bőrönt számra hozták a pénzt, egy harkovi képviselőnek a felesége például hat bőrönnyi dollárt és eurót hozott magával. Vagy a Dinamo Kiev tulajdonosa. Ő diplomata útlevéllel, és persze iszonyatos sok pénzzel érkezett. Ukrajna, ha úgy vesszük, a saját törvényét sem tartja be. Élő jogszabály náluk, hogy kettős állampolgár nem dolgozhat állami apparátusnál. De nem csak önkormányzatokban, hivatalokban, hanem rendőrségen és tűzoltóságnál sem. Mert hogy álláspontjuk szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. A katonaságnál mindez nem probléma. Nem csak előszeretettel várják, hanem kötelezően viszik a kettős állampolgárságú magyar fiúkat, férfiakat katonai szolgálatra. A Mirotvorec nacionalista szervezet egy halálistát is létrehozott. Ezen a halálistán több tízezer magyar adatai szerepelnek. A listán szereplők közül sokan ma már nem élnek, vagy nyomuk veszett. Utazásunk során olyan kárpátaljai magyar férfival is találkoztunk, aki a Mirot cél táblájára került, és szerepel a halállistán. József, 46 éves a halálisten szerepel. Én fent vagyok a halálistán. Neves csapat van ott most már. Február 24-én jöttem át magyar útlevéllel. Tudtuk, hogy nagy baj lesz. Ismerőseim itt élnek tíz éve Magyarországon. Munkahelyük van és saját házuk. Meglátogatták egyik rokonukat Kárpátalján. Beengedni még beengedték őket, de visszafelé az ukrán határon fennakadtak. A rendszer felismerte, hogy van ukrán útlevelük. Nem is engedték ki őket. Azóta is a rokonoknál vannak. Ez törvénytelen. Nincsen erre semmilyen rendelet. Mégis simán megteszik. Nem lehet lemondani az ukrán állampolgárságról. Van, aki hat éve próbálkozik ezzel. Ezt mind Poroshenko és az emberei intézik, mert Poroshenko vissza akar térni a nagy politikába. Ő most pozíciót kíván fogni magának. Az oligarha rendszer továbbra is működik. 9 milliárd euró tűnt el valamilyen számáról, amit az emberek gyűjtöttek össze. Eltűnnek a vonattal, kamionnal, hajóval szállított adományok is. És most ezek megjelentek a boltok polcain, pedig eddig nem volt szabad mást árusítani az üzletekben. Szlovák, lengyel, cseh, magyar termékeket itt eddig nem találtunk. Ha korábban ilyen volt, kemény büntetést szabtak ki az üzletre nem csak a háború kirobbanása óta, hanem már bőven előtte is mindent megtettek a határőrök azért, hogy vegzálják az átkelő magyarokat, állítják az adatközlők. Ilona, 43 éves. Ismerőseimet, Németországban dolgozó ukrán állampolgárokat, akik magyar nemzetiségűek, beengedték Ukrajnába, viszont ki már nem. Sőt, bíróságra küldték őket azzal, hogy nem mutatta meg az ukrán útlevelet. Így nincs joguk átmenni. Most otthon vannak azóta is. Ügyvédet fogadtak, amire az volt a reakció, hogy el fogják venni az ukrán állampolgárságot. Ezek fenyegetések, riogatások, de nem ijedtek meg. Csak most nem hagyhatják el az országot. Gyerekekről, diákokról, édesanyákról van szó. Ennek nincs köze a háborúhoz, ennek a vegzáláshoz van köze. Szintén a háború előtt történt, hogy minden ellenzéki sajtóorganomat bezártak, és ezt senki nem kéri tőlük számon. Egy kárpátaljai jogász szintén csak anonim módon vállalta az interjút, ugyanis ha felkerül a fekete listára, akkor többé nem tudja megvédeni az ügyfeleit, még jobban ellehetetlenítik a munkáját, mondja. Péter, 50 éves jogász. A háború kezdete óta mindenhol voltak problémák az emberi jogok betartásával az állami szervek részéről. Ugyanis a katonasság és a rendőrség a háború kitörése óta erősebbnek érzi magát. Nagyon csúnyán viselkednek az ukrán határőrök a magyarokkal. Ha az emberek nem fogadnak ügyvédet, akkor borítékolható, hogy a bíróság elmarasztalja azokat a kettős állampolgárokat, akik nem az ukrán okmányokkal próbálják meg átlépni a határt. Kaphatnak pénzbüntetést, ami 34 ezer forinttól 81 ezerig terjed, vagy elzárást. A 34 ezer forint is komoly összegnek számít, mivel Ukrajnában az körülbelül egy félhavi fizetés. Ha van ügyvéded, akkor most még nagyon nagy az esély rá, hogy megnyered a pert. Ugyanis Ukrajna is elismerte, hogy támogatja más ország állampolgárságát, azt nem sérti meg. Márpedig, ha valaki magyar érvényes útlevéllel akarja átlépni a határt, az törvényes. Ezeket a pereket végül meg is szoktuk nyerni. A behívó az útlevél a frontra. A jogász elmondta, hogy aki az első behívót megkapta, annak kötelező rövid időn belül orvosi vizsgálaton megjelenni. Akinek ott megállapítják az alkalmasságát, az megkapja a második behívót is, már a kiképző táborba, vagy egyenesen a frontra. Ha ott nem jelensz meg, az már szabálysértés, és ügy lesz belőle. Ezért akár 55 évet is kaphat az ember. Általában aki nem jelenik meg, az felfüggesztettet szokott kapni. Volt már ilyen ügyem, 2014 óta több is. És az emberek úgy vannak vele, hogy inkább ítéljék el őket, de nem mennek a frontra meghalni. A magyar jogászok munkáját rendszeresen hátráltatják Ukrajnában. A háború első időszakában volt egy ügyfelem, a határon tartották fogva oda akartam menni hozzá, de nem engedtek be a határ területére se, mert a határőrök azt mondták, nem hagyhatom el az országot. Hiába mondtam, hogy nem akarok menni sehova. Bármikor, ha kérek információt valamilyen ügyben, visszautasítanak. Levelezni kell, húzzák az időt, maximálisan megnehezítik a munkám, ha olyan ügyem van, amiből nekik problémájuk lehet. Motozás, zokniba rejtett magyar útlevél, törbecsalás, csak úgy áradtak a panaszok. Péter, 60 éves. Átmotozzák az embereket a határon, hogy van-e a magyar útlevél. Kitalálták, hogy elveszik az ukrán állampolgárságot azoktól, akik magyar útlevéllel jönnek át Magyarországra. Az egyik ismerősömmel meg is történt. Jött át a határon, ment volna az egyetemre, magyar útlevéllel, magyar kocsival, és közölték vele, hogy ki van tiltva Ukrajnából. Elveszik az állampolgárságát. Erre konkrétan nincs is szabály vagy törvény. Ezt pár hete találták ki. Utaznak arra, hogy kitilthassanak embereket az országból. Úgy szoktak átjönni az emberek általában a határon, hogy az ukrán oldalon az ukrán, a magyar oldalon pedig a magyar útlevelet használják. Ezt a határőrök is tudják. Sokan úgy jutottak át, hogy fizettek az ukrán határőröknek, hogy engedjék át őket a határon. A tarifa. 2000-5000 dollár közötti összeg. Katalin, 42 éves. Zokniba tönték a magyar útlevelet, hogy ne vegyék el. A fiam mozgott eddig magyar útlevéllel, de már nem. Mindjárt 18 éves. Ha betölti, akkor viszik katonának. A férjem január óta Dunántólon van. Azóta nem volt hol. Két gyerekünk van, a kicsi tíz éves. Ő is magyar útlevéllel jön meg, mert az anyukám csak itt tudja hozni vinni. Az ukrán hatóságok számos administratív eszközzel tudatosan nehezítik a kapcsolattartást, miközben ezt tiltja a magyar-ukrán alapszerződés. Éva, 39 éves. Eddig átjöttünk magyar útlevéllel, vissza is engedtek minket, mert magyarországi autónk van. Visszamentem a magyar útlevéllel, hogy kihozzam az autót, és már nem engedtek át. Ezt egyik napról a másikra vezették be. Azt mondták, jöjjön haza a párom. Mondtam, hogy nem jön. Kérdezték, hogy miért nem. És én válaszoltam, hogy maguk nagyon jól tudják, hogy miért nem. Odaadtam a magyar útlevelet, és mondták, hogy adjam oda az ukrán útlevelet is, mert látják, hogy Beregszázban születtem. Én odaadtam nekik. Akkor elengedtek. Azt hittem, hogy minden rendben van. És aztán, amikor legközelebb jöttem, bevittek egy külön épületbe, hogy szabályt sértettem, mert nem jó okmányokkal jöttem be. Három órát voltam benne. Aztán kaptam egy papírt, hogy ebben a hónapban meghatározzák, mi lesz a büntetés. Én nem tudok annyira ukránul, a férjem olvasta el. Kötelesek lettek volna tolmácsot kérni, de az van a papírra írva, hogy én nem kértem tolmácsot, mert tudok ukránul. De ezt meg sem kérdezték tőlem. De ez a jellemző. Bemegy az ember a helyi hivatalba, magyarul tudnak beszélni vele, dokumentumokat intézni, de mégis ukránul lehet intézni csak az ügyeket. A bírósági ügyintézés is ilyen. A tolmácsokat nem ajánlatják. Az emberek hozzáállása is olyan, hogy oké, okay, hogy jogod lenne használnod tolmácsot, de kötelességet tudni az ukrán nyelvet. Ha csak makogod is, akkor is ukránul beszélünk veled. Lőrinc Gusztáv, Tiszabecs polgármestere a háború kirobbanása óta a frontvonalban van, már ami a menekültek megsegítését illeti. Humanitárius tapasztalatairól beszélt a jogvédő delegációnak, de a nyelvhasználati problémákra is kitért. Kárpátalján most azért sokan vannak ukránok, akik jönnek ott a háború elől. A magyar segítség ugye megvan az anyországon keresztül, mi szervezeteken keresztül nagyon sok élelmet, nagyon sok egyéb dolgot viszünk ki, és ott is próbálunk helyet állni. Ez Ennek is vagyok tan. Ez, ez mai napig is így... zajlik. vagyok, hogy tehát a mi ö, ö, raktárunkba is, hogyha van arra lehetőség, élelmiszerben, ruhaneművel, szerve bármibe, akkor szoktunk a Mátai Szeretet Szolgálattal közös ilyen akciót, vagy a bapistákkal, bocsánat, mert nálunk azon, azok vannak, ahol szervezni, és, és, és küldünk mi is, és igen, sokan vannak ott ukránok most, többen vannak, tehát ott vannak, hát hogy most azokat a házakat úgy érzem, hogy nem tudom, hogy felvásárolják, akik eljönnek, vagy hogy csinálják, nem csinálják, nem. Én inkább attól félek, hogy az ottani kárpátalja az jobban el fog én szerintem, mert a magyarok azok jönnek, itt maradnak, vagy az Unióba, én azt nem tudom, hogy, 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 de szerintem ennek ilyen, ilyen hatása lesz inkább. Ha minden így folytatódik, akkor kiürülnek a kárpátaljai magyar települések, jelentősen megváltoznak a magyarság kárára az etnikai viszonyok. Véli a kisvárdai Kárpátalja ház szakmai igazgatója Bodrogi László, akivel a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Alapítvány monitoringozó útja zárásaként találkozott. Az első hetekben jellemzően a határ közelében élő magyar településekről jöttek, menekültek, és, és olyan helyekre, ahol már volt valami kapcsolatuk, tehát valami célzott családhoz, vagy helyre jöttek, de utána tömegesen kellett elhelyezni már családokat is, akik, akiknek nem volt semmilyen kapcsolata a, a környéken. Tehát több nem több száz ilyen családnak uh, tudtunk segíteni. Aztán volt nyilván, aki továbbment, de most is vannak a környezetünkben olyan családok, akiket uh, folyamatos a kapcsolat, és most is segítünk nekik. Hetente egyszer, hogyha bejönnek, akkor még tudunk egy kis akár élelmiszercsomagot, akár egészségügyi csomagot összeállítani. Ezt mondom, jellemzően ez május-júniusig volt hatalmas nagy uh, menet amikor tényleg itt dolgoztunk egyszerre, volt egy 30-40-en. Az hát első pár hónapban, mondom, ez volt a jellemző, hogy ami adományok érkeztek itt kamion tételben, azt mi kisbuszokkal, buszokkal, kis átvittük. És ami nagyon fontos, hogy mindig célzott helyre. Azt nyilván tapasztaltuk, próbáltunk olyat is, hogy a kamion direkt irányítottuk, de azt láttuk, hogy az másfelé kanyarodik, azt valahol leszedik, és akkor úgy osztják el, hogy ezt is kérdezni, ahogy hogy kell. -e persze, ilyen, persze. Az persze, persze. Ezt mondom, ez az első, ezt, ezt láttuk, mondták is, láttuk is, jó, akkor maradunk a mi kis módszerünknél, hogy akkor nem tudunk egyszer átvinni 20 tonnát, hanem, mit tudom én, háromszor, 5 tonnát, de, de akkor az oda kerül, ahova, ahova kell. Amióta nem magyar munkács polgármestere, sehová nem hívják meg a Kárpátalja ház munkatársait, semmilyen kapcsolat nem maradt az intézmény és a város között, állítja annak szakmai vezetője. Ami szintén, hogy mondjam, Kisvárda szempontjából is fontos, a labdarúgó akadémia Kisvárdán, az Munkácsi Testvér Akadémia egy vezetés alatt van, tehát hozzánk tartozik a Munkácsi Labdarúgó Akadémia is, és az is nagyon fontos, mert ez is egy menekülési útvonal volt gyakorlatilag. Tehát szintén az első hetekben, hónapokban ö, több száz gyereket ö, ö, tudott így az akadémia áthozni és menekíteni. Nagyon, nagyon porlik ez a szikla. Ez most nagyon erősen, őszintén fogalmazva, fogalmaz be, ez, ez, ez így van. Ö, ne hallják, kedves Kárpátaljak, azt látom, mint Délvidék esetében a háborúba. Kiűrül Délvidék, bejöttek a, a koszovóiak, és elfoglalták gyakorlatilag a Délvidéket, meg, megváltoztatva az etnikai arányokat. Én, én Kárpátaljan is ezt látom, nagyon nagy veszélynek, hogy kiűrül Kárpátalja, és, és vagy kiűrül, jelentősen meg fognak változni az etnikai viszonyok. Erre látok én most nagy esélyt. Nagyon kevés szó esik a kárpátai magyarokat érő ilyen típusú jogsértésekről. A háború szele sodra elviszi erről a figyelmet. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy itt egy csendes, lényegében etnikai tisztogatás jellegű jelenség zajlik. Kötelességük lenne számon kérni Ukrajnán a társulási megalapodásból fakadóan, meg a tagjelöltségből fakadóan vállalt emberi kötelezettségeket. Ezt Ukrajna messze menően nem teljesíti, ez már most kijelenthető, amikor mi magyarok megszólalunk magyarul, azt sérelmezik az a ukránok. A vannak, akik is úgy próbálnak ha a behívó hogy átmosszák a beszélik, Még a legnagyobb járvás, átmotozzák az a mire 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 nem mindenki nem Aztán beállnak nagyon sok férfit Havonta egy-egy Akkor van képük, havonta egy áldozatok jelentek. Volt, hogy lakatla a házba törte. azt mondták nekik, az jár. Az övékre meg vigyázunk, mert menekültek. Nekünk nem jár semmi. Az aggodalom jogos. Féltenünk kell Kárpát alját, hogy teljesen elukránosodik, és féltenünk kell azt a maroknyi magyart, akik a nehézségek ellenére kitartanak és szülőföldjükön maradnak. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat emberi jogi vizsgálata azt igazolta, hogy Ukrajna megbukott a vizsgán. Ez az állam súlyosan megsérti a Kárpát alján élő őshonos magyarok Nemzeti, kisebbségi, egyéni és közösségi jogait. Sőt, egyfajta lakosságcsere és etnikai tisztogatás zajlik. Ilyeneket már megélt a Kárpát-medencében, Trianon óta szétszakítva élő magyar nemzet a 20. század során. Nekünk, anyaországiaknak az a dolgunk, hogy megvédjük konfitársainkat, éljenek bárhol a világban, mert minden magyar felelős, minden magyar. Alaptörvényünk D cikke pedig világosan kimondja, Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Kedves nézőink, legközelebb április 7-én pénteken várja önöket a műsor felelős szerkesztője Molnár Háboglárka. Viszontlátásra!